Sziasztok mindenkinek, ez itt a Dobbantó, és én Bojtó Zoltán vagyok, az idei év első dobbantóján olyan témát hoztunk, amit nem tudunk hozni minden nap, ugyanis egy Las Vegas-i élménybeszámoló fog következni, Tirna Tullétől és Célna Szabolcstól, akik ott voltak Las Vegasban egy BXN-es vezető képzőtáborban. Úgyhogy át is adom nektek a szót, és várjuk az beszámolót. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kezdem én, mert így beszéltük meg, és akkor így megmarad a spontaneitás a dolognak, meg tudjuk, hogy miután mi következik. Na meg hát Las Vegasban is így volt. Na szóval, hogy jutottunk ki az előzményekről pár gondolat. Hát egy szép októberi hétvégén, ha jól emlékszem, hogy egy vasárnapi nap volt, nem voltunk a Balatonon, és én tudom, hogy a fürdőszobában voltam, annyira megvan a pillanat, a Szabi kint volt a nappaliban, és egyszer csak így felkiált, hogy úristen, írt Mr. Prajit. És őről azt kell tudni, hogy egyébként volt már Szlovákiában az előző vezetőképző táborban, tehát akik voltak, ott találkozhattak vele. Ő egyébként az Észak, Dél-Amerika, Kanada, tehát ennek a régiónak a marketing igazgatója, tehát olyan, mint nálunk Mr. Gigit volt, vagy éppen majd, amikor megérkezik Mr. Debian lesz. Tehát ezekért ezen a kontinensen lévő országok forgalmáért és mindenért felel. Szóval, hogy így WhatsApp kapcsolatban volt a Szabival, és akkor ránk írt. És csak ennyit írt, hogy good morning, how are you? És akkor kérdezem a Szabit, hogy úristen, vajon mit akar? Biztos nem csak azt szeretné megtudni, hogy hogy vagyunk ezen a szép vasárnapi napon. Mondja a Szabi, hogy nem, biztos, hogy valahol meg fognak bennünket hívni. És akkor visszaírt, hogy jól vagyunk, meg hello, meg good morning, és megyünk. Nem, ezt még nem írtad. Csak ugye vártuk a következő mondatot, hogy majd mi fog történni. Na és akkor egyszer csak megérkezett, hogy szeretnének felkérni bennünket, Szabi, és kifejezetten hozzátette, hogy az ő wife-ját, tehát a feleségét, az engem, az amerikai vezetőképző táborba, amely ugye decemberben lesz, Amerikába és Las Vegasba, és hogy ott legyünk az egyik külföldi vendégelőadó. Hát így én elkezdtem ugrálni, én annyira boldog voltam, mert képzeljétek el, hogy 18 évvel ezelőtt a Szabi kint járt Las Vegasban egy barátjával, egy amerikai túrán voltak, hát asszonyok nélkül, csak így ilyen fiús csapatás volt. És én szomorú kis túra. Igen, nagyon szomorú voltál, és amikor megérkezett, akkor olyan szomorú volt, hogy megígérte nekem, hogy soha többet nem megy nélkülem sehova, mert ez egy elég hosszú út volt egyébként, és hát elképesztő sok látnivaló volt, és pont Las Vegasban érezte azt, mert így az út végén, ugye tele érzelmekkel, meg hát hiányoztam neki, és akkor megígérte nekem, hogy legközelebb, amikor arra jár, akkor elvisz engem magával, és mindenképpen Las Vegasba időt fogunk tölteni, mert ez egy elképesztően fantasztikus hely. És akkor ugye annak is örültem, hogy na hát az álmok csak valóra válnak, rajta volt a bakancslistánkon, hogy akkor még egyszer elmegyünk együtt Las Vegasba, és hogy úristen, ez a DXN, ez egy micsoda fantasztikus dolog, gyakorlatilag anélkül, hogy tettünk volna érte valamit, vagy hát persze tettünk, de hogy így effektíve nem ez az út mostanában így nem volt a fejünkben, de hogy mégis megérkezhet ez a dolog. De nagyon nem mertük senkinek sem mondani, nyilván a szűk családi körnek elmondtuk, de nem mertük senkinek mondani, mert hát ha meggondolják magukat, hát ha lesz egy jobb előadó, vagy nem tudom, mégse rendelik meg a vezetőképző tábort, vagy nem nagyon hirdettük ezt a dolgot. És hát kicsit lassan is folytak aztán az események, eltelt még egy hét, mire újra történt egy kontaktálás. Na nem ragozom, mert tényleg hosszú volt a folyamat, és kicsit izgalmas is volt, mert hogy egyszer csak ránk írtak, hogy na akkor program ugyan nincsen, és csak az időpont van meg, hogy ettől eddig tart egy ötnapos vezetőképző tábor Las Vegasba az amerikaiak, meg ugye az észak- és dél-amerikaiak részére, de most nagyon gyorsan kellene a prezentáció. És ugye annyit tudtunk még, hogy a sztorinkat kell elmesélni, meg hogy mi a mi stratégiánk az üzletépítéssel kapcsolatosan. És nekünk az a hét, és ez egyébként november 15-e volt a határidő, és kaptunk rá körülbelül 6
napot, vagy 7 napot, már nem is emlékszem pontosan. De az a hetünk az olyan elképesztő volt, rengeteg munkánk volt, rengeteg feladataink voltak, tényleg minden összejön, amit el tudtam képzelni, vagy ti meg el se tudjátok képzelni. És azon a héten én azt gondoltam, hogy na most fogok megbolondulni, tehát ez az a hét, amikor ezt nem fogjuk tudni megoldani, kérjünk plusz időpontot, mondta Szabi, hogy szó sincs róla, a 15-e, hogy néz már az ki, hogy megkérnek bennünket, legyünk előadók, és nem tudjuk küldeni ezt a végtelen egyszerű dolgot, hogy prezentáció. És nagyon sokat dolgoztunk rajta, tényleg éjszakákon át, mert jól fel akartuk építeni, és hát a legnagyobb kihívásunk egyébként pont az volt, hogy hogyan osztuk fel egymás között majd a másfél órát, ki miről fog beszélni, mindegyikünknek volt egy elképzelés, hogy mit szeretne mondani, és persze mindegyikünknek ugyanaz volt, hát ez így nem lesz jó. Tehát ment kicsit veszekedtünk, na, szóval megmondom őszintén, és nagyon-nagyon nehéz pillanatokat éltünk meg, nem ért a prezentáció miatt, és ráadásul ugye angolul kellett megírni, és hát angolul kellett, úgy szólt a felkérés, hogy angolul tartsuk meg a másfél órás előadást. Egyébként ezt így bevállaltuk, tehát hogy így semmi probléma nincs. A Szabiban biztos voltam, hogy ő ezt meg tudja csinálni, hát magamban már nem annyira, de gondoltam, hogy van, majdnem másfél hónapon, hát most meg tudok tanulni egy szöveget, ami jól meg van fogalmazva, és tényleg a magaménak tudom ezt az egészet. Itt is ugrok egy nagyot az időben, mert képzeljétek el, hogy körülbelül 2 héttel, nem is 1 héttel az utazásunk előtt, nem, 2 héttel körülbelül, inkább 2 hét volt, a Szabi így nézegetett a Las Vegas-i magyarok Facebook csoportba, hogy hát ha talál olyan szimpatikus embert, akivel majd le tudunk ott ülni, és hát legyen már egy amerikai belépőnk, ha már ott vagyunk, és felfedezett egy ismerőst, egy olyan ismerőst, aki korábban neki már tolmácsolt Dublinban. Ő egyébként egy DXN-es, régen Sopronban éltek, laktak, és nem a mi alsó vonalunk, de nagyon-nagyon jóba voltunk. És aztán a Szabi ráírt Kétire, hogy hát jól látja, hogy ott él Las Vegasban, és hogy mit csinál, stb. A szót követett, és az volt a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy fogunk találkozni, mert ők tényleg ott élnek, és nagyon várják, hogy találkozzunk. Aztán Szabi megkérdezte tőle, hogy mivel hogy egyébként Kéti tanár, és hát már hosszú-hosszú évek óta kinnélnek külföldön, angol nyelvterületen, meg már ugye nyilván most már 3 vagy 4 éve Amerikában, és megkérdezte, hogyha úgy adódna, akkor vállalná-e a tolmács szerepet az előadásunkban, és azt mondta, hogy természetesen. Úgyhogy aztán Szabinak hát kiadtam a feladatot, hogy egyeztessen az amerikai kontaktunkkal, aki közben aztán egy hölgy lett, és beszélje meg vele, hogy mi lenne, hogyha a gondolatainkat inkább magyarul mondanánk el, és egy nagyon profi tolmács segítségével. Hát persze azt mondták, hogy természetesen legyen úgy, ahogy mi szeretnénk, mert ők azt akarják, hogy nekünk ez a legkomfortosabb és a legjobb legyen. Úgyhogy lement a stressz, elfelejtettem mindent, amit addig megtanultam volt, de arra nagyon jó volt például ez az időszak, hogy lett egy olyan prezentációm és egy olyan szövegem, amit ilyen szövegblokkokat tanultam meg, az életünkről, a múltunkról, a jelenünkről, a jövőnkről, a DXR-ről, stb., hogy azt gondolom, hogy most már azért, ha most kéne előadnom, persze nem ilyen nyomás alatt, hogy 400 ember Amerikába, de egy kisebb csapat előtt most már elő tudnám adni, úgyhogy mégiscsak jó volt ez a felkészülés, meg ez a sok készülődés a prezentációra. Úgyhogy, hát és akkor nekivágtunk az amerikai utunknak. Még annyi érdekesség, hogy én soha életemben nem repültem még 12 órát egyfolytába, már voltunk ilyen messze, meg még ennél messzebb is voltunk, mert ugye tavaly voltunk Balin, ami időben, vagy hát kilométerben messzebb van Magyarországtól, csak ugye ennyit egyszerre 12 órát én Frankfurtból szálltunk fel egyébként, és közvetlen járat volt Las Vegasba. Még nem ültem repülőn, úgyhogy nagyon izgultam, mi fog velem 12 órán keresztül történni. Hát egyre nem gondoltam, hogy egyszerűen aludni fogok, mert ugye addig olyan hullafáradt voltam, hogy gyakorlatilag azt az utat így végigaludtam, úgyhogy nagyon, nagyon üdén, frissen szálltunk le Las Vegasba.
és akkor onnantól kezdődött a kis kalandunk. Na, hát a példák szerint innentől kezdve már a kinti rész az enyém. Még annyi az előkészületekre, azt hagyd mondjam el, hogy ez a vezetőképző tábor a kinti vezetőknek, tehát dél-amerikai vezetőknek, észak-amerikai vezetőknek, ez 1600 dollárba került. Ez egy egyhetes, ötnapos tábor volt, két nap volt maga a képzés, tehát két napos volt ugyanúgy, mint nálunk Európában, és a többi tulajdonképpen lehetséges, tehát egy városnézés volt mindenkinek. Szabad program. Szabad program. De úgy, hogy az előző nap is még a Stark Stavallano, aki a koronás követ, Fülöp-szigeti koronás követ, és velük nagyon-nagyon jóba lettünk. Még ő is WhatsAppon engem este 10-kor rám dobott egy üzenetet, hogy tudom-e, hogy holnap mikor leszünk előadók, vagy egyáltalán melyik nap leszünk előadók, mert hogy se ő, se én nem kapott egészen addig programot, de a résztvevők sem. Tehát, hogy ez egy, nekem egy akkora tanulság volt, hogy ott az emberek és a vezetők, azok a bizalomért, és egyszerűen olyan légkör volt, hogy nem gondolkoztak azok a vezetők, amik azt mondták, hogy vezetőképző tábor van itt és ott, és hogy mennyibe került, természetesen azért biztos volt, aki nem tudta kifizetni, és nem volt ott, mert azért azzal a létszámmal, amivel ők dolgoznak, valószínűleg sokkal többen lettek volna, de azért ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolog volt. Én készültem egy-két fényképpel, úgyhogy most megosztom majd és megpróbálok úgy a fényképek alapján végigmenni. És remélem, hogy látszani fog. Látjátok? Egy szuper, köszönöm szépen. Tehát ebben a szállodában volt, és a két szállod alatt volt a rendezvény, tehát ez a Win & Encore, és ezek nemrég épült egyébként Las Vegasban, ez a egyik legjobb szálloda most. Hihetetlen nagy élmény volt egyébként így ezt így megélni, hogy ebben voltunk rá, de este egy lakosztályt kaptunk, és akik voltak az előző dobanton, azok már így beleláthattak, hogy milyen volt a lakosztályunk, de azért majd fogok egy-két képet még itt is mutatni. Lehet, hogy bocsánat, ezt beteszem. Így a megtekintőbe. Mert talán akkor úgy megnyitom egyszer, és akkor így tudok benne könnyedebben lapozgatni. Talán így egyszerű. Csak annyit még, hogy akkor látjátok, ugyanúgy gondolom. Tehát ez volt az első nap, amikor megérkeztünk. Biztos, hogy ezért többen tudjátok rólunk, hogy azért mi lelkes hobbi futók is vagyunk menet közben. Így elhatároztuk, hogy annak ellenére, hogy befizettünk egy ilyen Big Bus Tourra, hogy mi azért végigfutjuk Las Vegas-t. Hát ez az első nap, ez 17,5 kilométerre sikerült, hogy 2 óra alatt, viszont bejártuk az összes részét. Nagyon nagy élmény volt, és tényleg egy hihetetlen hangulata van ennek a városnak. Aztán este, ugye még aznap, ami még jó volt, hogy ugye reggel 6-kor szállt fel Bécsből a gépünk, és még aznap 2 órakor már Las Vegasban voltunk. Tehát ugye ez így nagyon jó hangzik, hogy 6-kor felszállunk, és 2-kor ott vagyunk, ugye ez 6 óra, csak az a 9 óra eltolódás ne lett volna, és akkor ez úgy hiányzott az életünkből, de tényleg egy gyönyörű látvány volt. Ugye én tényleg voltam már 18 évvel ezelőtt, de egyszerűen ez leíratatlan. Mindig, amikor az ember látja, és hiába a filmeken, fényképeken van ott, azért ez az élmény, ez valóban leírhatatlan. Mindenhol karácsonyi hangulat volt, és a szállodák, ez amit itt láttok, ez mind élő virág. Tehát ez a komplett, nem tudom, hogy hívják, ilyen, na mindegy, ez a körforgó, vagy nem tudom én, tehát itt minden élő virágból van, és tényleg, tehát bármerre megy az ember, úgy érződik a fényűzés és a pénz, bár azt megállapítottuk, és ez nagyon-nagyon érdekes volt, hogy nagyon fura világ ez, tehát nem egy őszinte, és egy ilyen látszatvilág, ami mögött azért nagyon sok
hogy mondjam, szenvedés és veszteség van, hogy ez így néz ki, hiszen Las Vegas, ezt mindenki tudja biztosan, hogy ugye a játékbevételekből él, a szerencsejátékból, és az, hogy ez az egész Las Vegas így néz ki, ahogy ez rengeteg olyan embernek a pénzéből kell, akik ott veszítik el a pénzt, és nagyon-nagyon jó volt érezni azt ilyenkor, hogy mennyivel más a DX-en. Tehát, hogy oké, hogy mi oda megyünk, játszunk, majd lesz is egy kép, sőt, mi nyerőbe jöttünk el, tehát $90 nyerő, mert azért ha ott vagyunk Las Vegasban, akkor már csak játszunk egyet, úgyhogy rulettesztünk, és hát egészen addig, amikor már úgy elkezdtünk veszíteni, az is egy érdekes dolog volt, hogy Ginorban nyertünk, $15 lehet elkezdeni játszani, mi annyival is kezdtük, és valahogy itt Ginorban nyertünk, és hip-hop $150 lett, és abban a pillanatban ugye elkezdtek oda szivárogni a helyi ilyen teremfőnökök, kérdezgettek minket meg egyebek, hogy mi van, hogy van, tehát hogy abszolút egyrészt megzavartak, másrészt meg gondolom azt figyelték, hogy nincs-e valami csalás vagy trükk a dologban, és onnantól kezdve ugye el is kezdtünk veszíteni, de mondtuk, hogy kiszorulunk velük, $90 kiszálltunk, úgyhogy rajtunk, ez nem fogott ki, ez csak így érdekességként mondom. Ja, meg tetszett a legjobban. Meg a szállodában, minden szállodában hihetetlen sportfogadás volt, és kicsit másképp zajlik a sportfogadás, mint nálunk a Tipmix. Itt minden falon élő közvetítések mentek azonnal, tehát ilyen másodpercekkel utána bekövetkező eseményre lehetett fogadni, és vérprofi módon. Tehát, hogy nagyon sokan élnek egyébként kinn abból, hogy kimennek, ilyen napi 60-80-90 dollárokat nyernek, mert ugye annál többet nem nagyon lehet, tehát, hogy így mindig úgy hagyják azért az embert ott nyerni, hogy kicsi nyereséget hagynak, de azért nagyot sose. Vagy hát biztos van olyan, hogy nagyon ritka. A pókerben meg vannak olyan játékok. Hát igen, de ott is más pénzéből, tehát hogy az a lényeg, ahogy sokan élnek úgy, hogy kimennek és én napi 50-60-80-ig játszanak, csak annyit hazavisznek és abból élnek, másnap visszamennek és újra játszanak. Aztán a következő nap elmentünk Grand Canyonba, tehát ez az életünk egyik legszebb élménye. Én tényleg voltam már itt, és azt gondoltam, hogy hát én már láttam, nekem nem fogja azt az élményt adni, de hát újra ugyanazt az élményt adta, amikor egy ilyen nagyon hosszú buszút után, amikor megérkeztünk, és amikor kiszállunk a parkolóba, és ugye onnan még közvetlenül nem lehet látni, egy ilyen 2-3 percet kell gyalogolni, és amikor ez elénk tárul, akkor bármennyire is furcsa, ezt így elmondani, de egyszerűen potyogtak a könnyeim. Tehát olyan energiák, olyan monumentalitás, olyan szépség tárul elénk, hogy ezt úgy javaslom mindenkinek, azt gondolom a bakancs listájára egyszer. Én meg azt mondogattam egyfolytán magamban, olyan boldog voltam, hogy én célratűnt, és apró Farkas utca 4-ből, úristen, mit keresek itt, aj, de jó! Annyira boldog voltam, hogy ezt nem tudom nektek elmondani, hogy tényleg én... Nem, szóval így elképesztő érzés volt, és próbáltunk így a szikla szélére állni, álltunk is egyébként, és akkor néztük, hogy hol a folyó, még mindig a mélység, ja Istenem, hol van. Hát azért eléggé leapadt egyébként az elmúlt években, de azért ott hempeljük a Colorado folyó, elképesztő. Szóval ez csak ez egy kis szelete, elég, tehát néhány, hát egy kilométert, ha bejártunk, akkor sokat mondok, mert egy olyan több mint 422 kilométer hosszú maga a Grand Canyon, és olyan fények voltak, hogy ugye nem tiszta napsütés volt, és egyébként nagyon hideg volt, tehát ilyen 2-3 fok volt, meg nagyon sok ilyen hó is volt, de hogy olyan fények voltak, hogy ahol megsütötte a nap a hegyet, olyan volt, mintha szó szerint mindenki kigyulladt volna ott valami. Tehát ilyen gyönyörű fényjáték volt, csodálatos fényjáték volt az egész. Hát talán ez az a kép, ami a legjobban visszaadja, mert ugye tényleg ezek egyszerűen a fotók nem tudják visszaadni, de tényleg döbbenetesen gyönyörűség volt, amit ott láttunk. Aztán ugye aznap, ugye másnap, ugye vasárnap este elindult a szeminárium nem az előadók részére, hanem a helyiek részére, és ott már találkoztunk koronás követekkel. Most ami a legfurcsább volt, nekünk, európaiaknak, hogy az első négy sorba
csak koronások ültek. Tehát nem úgy, mint nálunk így Európában, hanem hogy egyáltalán jelen pillanatban ketten vagyunk, ugye koronások, lehetszik koronás követ, és a koronás gyémánként, hanem egyszerűen az első négybe. És hogy ennek a rendezvénynek a színvonalát is, vagy egyáltalán a magát az amerikai üzletnek a nagyságát fel lehessen mérni, hogy az összes előadó, az mindenki, a helyi előadók is magasabb szinten álltak, mint ahogy mi vagyunk. Tehát, hogy igazából mi, mint európai vezetők voltunk egyedüliként, de mint más kontinensről meghívott vezetők, de azt gondolom, hogy ez a piac és az a hangulat, ami ott van, az egyszerűen lenyűgöző és döbbenetes volt. A két nap egyébként elég jellemzően a szúnyáról szólt. Nagyon-nagyon sokat tanultunk, Dr. Limnek volt egy 3 órás előadása, én nagyon sokat megértettem erről, és biztos vagyok benne, hogy egyébként én itt képviselni is fogom minden tudásommal, ami jelen pillanatban van, meg egyáltalán azt a szemléletet, amit ez a szúnya képvisel. Annyit érdemes azért így tudni róla, hogy ez egy kicsit az agynak a kiürítéséről szól, ami egyrészt ugye nem csak jelképes, hanem valóságos is, hogy amíg tele van mindennel az agyunk, addig nem tudunk befogadni új dolgokat, vagy új információkat. Ez az egyik, a másik pedig a Rajesh Savare most fog írni róla egy könyvet. Vannak fiziológiai előnyei is, hiszen abban az állapotban, abban a zéró állapotban, amivel a szúnyába kerülhetünk, abban egyszerűen a sejtek is megszabadulnak és kidobják magukból a vírusokat, a betegséget, vagy egyáltalán a rossz indulatú dolgokat. Úgyhogy Dr. Lim mesélt már nagyon sok olyan tapasztalatról, ami a szúnya hozzá segítette, természetszerűleg a ganoderman és egyebben kívül a gyógyulásból más komolyabb betegségekkel is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban azért nagyon komolyan kell számolni a szúnyával. Ez a kép talán annyi, hogy hiába van ott annyi játék, azért amivel igazán nyerni lehet, az lejött ezen a vezetőképzőtáboron, hogy a DXN az, amivel sok mindent lehet hozni. Ez egy új termék lesz, ez az OCSA. Ez talán, aki látta egy YouTube-on, ittam meg, mert kaptunk mintát belőle, mert a dél-amerikai piacon most fog megjelenni. Ez az egyik legjobb minőségű zöld tea, ráadást fermentált zöld tea, ami ganodermával van. Olyasmi, mint a kávé egyébként állagra is, meg minden, csak ilyen zöld színű, és nekem nagyon-nagyon bejön. Tehát ez tuti, ha egyszer ide kerül, ez egy nagyon-nagyon népszerű termék lehet, és termék is lesz, aki nem mondjuk a kávét preferálja. Aztán elérkezett ugye az a nap, amikor az első nap, ugye hétfőn, amikor előadók voltunk, ugye szinte az összes nemzetközi előadó az első nap volt, és hihetetlen élmény és büszkeség volt ott lenni ennyi ember előtt, viszont ami engem nagyon-nagyon megragadott, hogy amikor felmentünk a színpadra, akkor ugye volt egy bődületes hangulat, azt majd ez a videón le fogom játszani, de ami igazán megragad bennem, hogy már 3-4 perce beszéltünk az előadáson, és a koronás követek még mindig álltak. A terem nagy része már leült, de hogy a koronás követek még mindig álltak, és egy akkora tiszteletet sugároztak irányunkba, hogy az leírhatatlan élmény volt. És ez is egy nagyon-nagyon nagy tanulság, hogy igen, vannak olyan dolgok, amiket tanulnunk kell. És az elsősorban azt gondolom, hogy a tisztelet mások irányában, a tisztelet a teljesítménynek, a tisztelet annak, hogy te esetleg egy más csoportba vagy más csoportba tanítasz. És ugye én nagyon sok helyen megemlítem Zoli pont a bobbantót és titeket is ebből a szempontból, hogy nagyon nagy tisztelet jár mindenkinek, igen, aki előre viszi és megnyitja a kapuit, hogy igen, mások is tanuljanak, mások is tanítsanak, mert én azt gondolom, és ezt egyébként Dr. Lim is elmondta, hogy ezek a következő évek, ezek egyértelműen az együttműködésről fognak szólni. Tehát a magányos farkasok nem nagyon jutnak előre a következő időszakban, de egy nagyon együttműködő piacokkal, nagyon együttműködő vezetéssel
nagyon nagy sikereket lehet elérni. És ami még nekem egyértelműen átjött ott Dél-Amerikában, vagy hát Amerikában, hogy a hálózati vezetők és a DXM management az döbbenetes módon egy irányba húz. Az országok döbbenetes módon egy irányba húznak. Tudom, hogy nagyon sokat segít az, hogy közös a nyelv, és egy nyelvet beszélnek, de amikor egy-egy alkalmazott, vagy egy-egy country manager, vagy egy ország vezetője, management vezetője fölment a színpadra, és azt az ovációt és a tapsot, amit megkapta, vagy akár a Fragit country managerként, valószínűleg ki is vívta egyébként ezt a tiszteletet, tehát ezért ezt hozzáteszem, de hogy olyan erő volt abban a közös együttműködésben, ami óriási tapasztalat volt. És volt a Lacival egy konzultációm nem olyan régen, múlt héten pont, és arról beszéltem, hogy azok az emberek, akik ott vannak koronásként, vagy dupla koronásként, vagy koronás követként, ezek az emberek nem tudnak többet az üzletről, mint mi. Tehát, hogy mi tényleg úgy éreztük, és érezzük a mai napig is, hogy mi adtunk tanítást, tehát, hogy mi tudtuk tanítani ezeket az embereket, viszont az az erő, amivel ők dolgoznak, az a háttér, az a lendület, az a kultúra, mert ugye ez egy teljesen más kultúra, amiben ők vannak, az a bizalmi légkör, ami ott van, valahol én azt látom, hogy ez az ő sikerük titka, és ezt mindenképpen azt gondolom, hogy lehet tőlük tanulni. Majd mondom, hogyha majd később. Ez csak egy ilyen szolid autókölcsönző, amit ott találtunk a hotel mellett. Az az igazság, hogy mi egy Ladát kerestünk, és ott nem nagyon találtunk, de azért egy szép készlet volt, amit így lehetett. Ez volt az a pillanat, amikor 90 dolcsival a kezünkben eljöttünk a roulette asztalton. Az is érdekes volt, hogy na akkor a Péterike meg a Kétivel ugye azt mondtuk, hogy na akkor elmegyünk, mert elmentünk vacsorázni, és utána, hogy na akkor valahol megiszunk majd egy sört, de hát a legjobb roulette asztal mellett. Rendeltünk sört, és kiderült, hogy aki játszik, annak ingyen van az ital. Ameddig játszik. De ami furcsa volt, hogy amikor mi elkezdtünk nyerőbe hozni, akkor olyan sűrűn elkezdték hozni az ital, hogy ugye nem is tudtuk egy részt, meg nem is kívántuk, de azért nagyon fel van ez építve, hogy hogyan játszon az ember addig, amíg ott van. Ez a szobánknak egy részlete, ez már a kedreggeli szúnya, mert kedreggel 6 órakor volt ez a szúnya, és mi kaptunk ilyen szúnyagúnyát, úgyhogy csak így hívjuk. De egyébként azóta nagyon sokszor reggel én gyakorolom, és tényleg érzem nagyon-nagyon mentálisan, mindenképpen érzem a pozitív hatását. Ezt azért raktam ide ezt a képet, mert lehet látni, hogy a szállodai apart, vagy mi ez lakosztályunkból, a kilátás az a Las Vegas bulvárra nyílt, tehát a háttérbe előttünk hevert a híres strip, a Las Vegas strip, ami a leghíresebb szórakozó negyed és a leghíresebb utcája Las Vegasnak. Aztán a legnagyobb élményeim közé tartozott, hogy életemben most ülhettem először egy gála vacsorán, egy asztalnál Dr. Limmel, és ennek a képnek talán így önmagában nincs jelentősége. De annak igen, hogy ugye mindenki azért látjátok, hogy a ruhába tényleg egy gála vacsorához öltözött fel, és Dr. Lim fogta és lejött a szúnyagúnyába. És ugye sokat beszélgettünk, de ezt az előadáson is elmondta, hogy ezzel neki van üzenete. Az egyik az, hogy hiába biliárdos, és a világ hát eléggé meghatározó, de Ázsiának biztos egy meghatározó milliárdosa. Ő nem akar többnek látszani, és egyáltalán nem akarja megjátszani magát. Ő azt szeretné, hogy a lehető legegyszerűbb ember is hozzá tudjon fordulni, és azzal a ruházattal tulajdonképpen ezt képviseli. Volt talán, ez nem az, de volt talán, majd eljutunk oda, hogy lesz egy olyan kép, amikor majd látjátok, hogy egy indiai helyen ő ugyanúgy ülve egy ilyen kis fémcsészéből eszi a többiekkel együtt az ebédet, és eztán az egész DXN-re jellemző, meg arra az élményre is, amikor mi először találkoztunk Dr. Limmel, hogy ő a lehető legegyszerűbb akar lenni, és mindenki számára elérhető,
és ezt szeretné a DXN-nel is közvetíteni. Tehát ő nem akar többnek látszani, ami, de ez egy érdekes mondani valója. Aztán volt még ilyen élmény menet közben, hogy vendéglátóinkkal ugye a... Az ismerőseinkkel ugye kimentünk a Colorado folyóra szappolni. Na most ezt azért úgy fogjátok fel, hogy kb. 8 vagy 10 fok lehetett. A Mikulásdia alatt ott van a komplett farmer és nagy kabátba föl vagyok öltözve, és így mentem ki a vízre. De nem, amúgy nem volt hideg a víz, olyan 16, a víz nem. 16 fokos lehetett a víz, mert nagyon nehezen ül vissza nyáron 40 valahány fokos, ez egy ilyen holtága a Colorado folyónak. De azért izgultam, hogy ne essek bele. És ezt a képet én csináltam, és több büszke vagyok rá, hogy belerepült a madára a képbe, úgyhogy a három jó madár címet kapta. Néztek is lány. Ez egy kis élmény egyébként, hogy miért érdemes egyébként a DXN-nek. Én azt gondolom, hogy bárki, aki itt Európában koronás gyémánt lesz, az számíthat arra, hogy meg fogják hívni előadóként. És ez tényleg így van, hogy ilyen körülmények között várják, lakosztályt kapnak a nemzetközi meghívók, és tényleg döbbenetes, vagy meghívottak, hogy tényleg döbbenetes körülmények között lehetünk. Ez volt a kilátásunk este, az amikor így hazaértünk, és lekapcsoltuk a villanyt, akkor az volt a baj, hogy abban a pillanatban, amikor lekapcsoltuk a villanyt, akkor a függöny automatikusan elhúzódott, hogy ne zavarja minket a fény, de próbáltunk azért időnként kikupolni, hogy tényleg gyönyörű látvány volt. És hát a megbecsülés, meg az elismeréssel tényleg találkozhattunk ott, hogy mind a nemzetközi előadók, mind a helyi előadók tényleg nagyon nagy becsben és nagyon nagy elismeréssel vannak. És hát látjátok, hogy ezek a helyi előadók, az idézőjelbe tett kisebb előadók, nézzétek meg a titulusokat, tehát azt hiszem a legkisebb előadó az Executive Front Diamond, ugye abból kettő is van, de szóval ebből azért érződik, hogy mekkora a piacról van szó. A világ jelen pillanatban a legnagyobb forgalmát bonyolító ország a Peru. Kaptunk is az egyik peruitól zászlót. Ott vannak fönn. Őtől, Álvarótól kaptuk a zászlót, meg egy ajándékot, egy pénztárcát. Igen, és azért van köztük egy olyan is, aki nagyon-nagyon fáj a Laci címére a foga. Tudják, hogy Alma Zaragoza. Alma Zaragoza, és nagyon-nagyon szeretné a Lacinak a címét megdönteni. 2016-ban csatlakozott a DXN-hez, és az a terve, hogy megdönti Laci rekordját, és ezt elmondta az előadásában is. Azonnal írtunk Lacinak. Ha már a felvállalt célokról beszéltünk, akkor ezt gondolom, hogy ez egy tényleg jó példa volt. Ilyen nemzetközi előadók is, és nagyjából így nézett ki, tehát tényleg egy gyönyörű terem volt. Na itt van az a kép, amiről a Rajesh is itt beszélt, hogy nagyon sok mindent közvetít a DXN, de hogy az elkövetkezendő időszakban a DXN egy jóléti programot indít, és erre fog fókuszálni, tulajdonképpen egy komplett egészséges étkezést a reggelitől a vacsoráig fog ugye az egészséges élelmiszerek irányában elmenni, tehát így hihetetlen jó irányt követ. De a másik, hogy most el is indult már a Resort program, ami arról szól, hogy abszolút luxus körülmények között lévő és luxus helyeken lévő hotelek vagy resortokba lehetséges venni helyet. Most ilyen pillanatban úgy néz ki, hogy 1500 dollár 30 nap például az őserdőben lévő, ilyen fákon lévő lakosztályok, tulajdonképpen 5 csillagos lakosztályok, és ezeket ráadásul pontértéke van, tehát hogy megveszed és pontértéke van, vagy te használod fel ezt a 30 napot külön-külön is, tehát akár 30-szor egy napot is részt vehetsz rajta, de igazából ez értékesíthető is. Tehát ugyanolyan, mint egy vonodermagombás doboz kapszula. Tehát, hogy ez az egyik, és ugye ezzel is az a célja a Dr. Limnek, hogy ne csak
pénzt adjon a partnereinek és a vezetőinek, hanem egy olyan lehetőséget, egy jólétet biztosítson, ami által ez is elérhető. És a szúnya a másik, ami szintén egy ilyen jólét, hiszen az a mentális, és mentális, spirituális és szellemi jólét, ami felé törekszik, és ez ki is jelentett, és ezt azt gondolom, hogy tényleg így van, hogy a DXN az egyetlen egy olyan MLM cég, ami nem csak azzal foglalkozik, hogy mekkora profitja lesz a cégnek, hanem azzal is foglalkozik, hogy milyen szinten tudja megszólítani az embereket, és milyen szinten tudja támogatni és segíteni a vezetőit egy nagyon-nagyon jó irányba is. Nem csak anyagi irányban, hanem tényleg a víziója és a küldetés, amit megfogalmazott a DXN, az kezd értelmet nyerni nagyon is nálam. Tehát a gazdagság, boldogság, nagyon egészség, gazdagság, boldogság, igen, az nem csak egy szlogen a DXN-nél, hanem ez a valóság. És ezek inkább már csak a mi örömködő képeink, hogy tényleg így a hangulatról, és megpróbálok egy videót elindítani. Annyit mielőtt még elindítod a videót, hogy a maga a rendezvényt egy rendezvény szervező cég szervezte, a helyszínt, az étkezéseket, a szállást, a felvették a teljes campnek az előadását videóra, profi fotósok voltak, tényleg elképesztő. Ebből a szempontból is nagyon-nagyon profi volt, viszont magát a rendezvényt képzeljétek el, hogy az országok country menedzserei vezették le. Tehát, hogyha most itt fogtok látni egy fiatalembert, ő egy alkalmazott, és azt akarom ezzel mondani nektek, hogy ők olyan alázattal, tehát nem egy... És nincs ezzel semmi bajom, nehogy valaki félreértsen. Tehát nem egy üzletépítő volt az MC, hanem egy alkalmazott, aki olyan profi volt, mint egy hálózatépítő, és olyan humoros volt, olyan hangulatot keltett, hogy én ezt nem akartam elhinni, hogy ő nem egy profi MC, és kiderült, hogy ő egy... Ő vezeti az irodát. Igen, ő az egyik irodavezető. És voltak ilyen kisebb fotók, már nem tudják, hogy volt egy főfotós, vagy kettő profi, és akkor nagyon sok géppel mozogtak emberek, és nem is értettük, hogy minek ennyi fotós, és kiderült, hogy ők pedig szintén országos, vagy az egyes országokban alkalmazottak, és ők is ott, tehát hogy legyen sok fénykép, legyen sok videó, olyan ők ilyen hopmesterek is voltak, olyan hangulatkeltők voltak, hogy na, fantasztikus volt, tényleg elképesztő, úgyhogy akkor... És igen, és ami jó hír, hogy nagyon sokat beszélgettünk, ugye a Debia most már várható, és jönni fog mindenképpen, vagy ugye ma elhangzott a Katona Józsitól, de a Teó, Mr. Teó is mondta nekünk, hogy így január végén itt lesz, hogy tényleg minden vezető a felső fokon beszélt a Debiáról, tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy jó kultúrát és egy jó szemléletet hozhat Európában. Úgyhogy egy kicsit úgy is gondoltam egyébként, amikor kint voltunk, hogy lehet, hogy a Laci két hétig volt kint Fülöp-szigeteken, minket meghívtak ide az amerikai vezetőképzőtáborba, úgyhogy egy olyan kicsit olyan érzésünk is lenne, hogy igen, egy picit nézzük meg, hogy milyen az, amikor valami más légkörbe zajlik, és nekem minden esetben nagyon-nagyon tanulságos volt. És most egy picit így a légkört lejátszom, így mondta Zoli, hogy egy kicsit akadozott, remélem, hogy azért át fog menni, hogy egyáltalán milyen hangulat uralkodott ott. Na és ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy mondom, az első négy sorban tényleg koronások ültek, úgyhogy tényleg egy ilyen hihetetlen élmény volt. És visszaveszem, és
még annyit magunkat. Még annyit hadd mondjak, hogy, hogy mennyire mások a dél-amerikaiak, és tényleg ezt is csak tanulni lehet tőlük, és annyira irigyeltem őket, olyan bátran voltak, lelkesek, hogy nekem is így megjött, én mondjuk hamar tudok lelkesedni, meg ilyen bulikban, meg ilyen nem tudom én, jobbfasságban nagyon benne vagyok, de hogy ők tényleg reggel felkeltek, és tudtuk, hogy hol vannak az égszenesek a szállodában, mert egyfolytában ment a saját országuknak a skandálása, és hogy DX-en, és tényleg magával ragadó volt, hogy én annyira szeret, ja, és a rendezvényen, tehát valaki felment a színpadra, mondott egy mondatot, állva tapsoltak az emberek, és most nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, de hogy nekem ez nagyon hiányzik, szerintem a mi rendezvényeinkről nagyon hiányzik a lelkesedés. Ennek nem tudom, hogy mi az oka, hogyan lehetne ezen változtatni. Tényleg mi úgy ülünk a rendezvényeinken, mintha egy teniszmeccsen lennénk, és így jobbra-balra hajtogatjuk a fejünket éppen, ahogy így mennek az előadók, hogy így na egyet kicsit tapsikálunk, szóval, hogy így nincs hangulat, és ezek, én azt gondolom, hogy ezért mi vagyunk a felelősek, mármint így minnyájan, most nem vezetőkre gondolok, hanem így mindenki, tehát, hogy merjük engedni, ha úgy érezzük, hogy színházban is, vagy egy koncerten, ha úgy érzem, hogy tetszett, és elismerem az előadó művészt, akkor felállok, és megtapsolom, és spontán felállok. Egy ilyen DX-el rendezvényen sokszor így olyan kellemetlenül érzi magát az ember, hogy felmert állni, mert hátra néz, és mindenki ül, és így nézi is, hogy úristen, mi van itt valami kultusz tapsikolás. Na szóval értitek, mit akarok mondani. Aki volt már ilyen nagyobb rendezvényen, akár vagyunk itt többen, akik voltak már Malajziában, és a születésnapon is érezték ezt a hangulatot. Szóval, hogy higgyétek, hogy ez nagyon kell. Tehát kell a munka, meg a teljesítmény, meg minden, de hogy a hangulat is kell, mert attól töltődik az ember. Én úgy jöttem haza, tényleg így repültem, persze, mert repülővel jöttünk, de hogy egyébként is annyira felemelkedett hangulatba érkeztünk meg ettől a vidámságtól, hogy és ott is vannak nyilván szanvinikusok, melankolikusok, flegmatikusok, meg kolerikusok, és mindenki a maga szintjén tud lelkesedni. Jó, hát annyi, hogy a flegmatikus nem áll fel az asztal tetejére, hát tehát körülbelül ennyi a különbség. Igen, de elképesztő hangulatot csináltak tényleg. Tényleg ez még nagyon fontos volt, hogy de kellettek hozzá azok a DX-es alkalmazottak, akik csinálták a hangulatot, azért azt is tegyük hozzá, mert volt például a hölgy, a mexikói hölgy, most nem fog eszembe jutni a neven, a mindegy, ő olyan elképesztő erővel és energiával tudta felkonferálni az előadókat, hogy így azt hittük, hogy hát nem tudom, valami világsztár fog érkezni, és a maga nemébe az érkezett, de értitek, mit akarok mondani, szóval, hogy elképesztőek voltak, fantasztikus. Ennyit ahhoz látom, Kata, köszönjük szépen, hogy eltment az, amit szerettünk volna. Amikor a Mr. Budiman itt volt még valamikor novemberben, és akkor ő már tudta, hogy minket meghívtak oda előadónak, akkor úgy beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy azért kicsit aggódom, mert ugye, hogy mondjam, a konyha angolunk az már kezd jó lenni, de hogy ugye előadás szintjén azért még így félek, és rám nézett a Budiman, az ott, te ne féljél, ha te, mit tudom én, magyarul beszélni, és senki nem fordítaná, ott akkor is mindenki mosolyogna, akkor is átmenne az üzenet, és akkor is ugyanazt éreznék. És egyébként, ami megdöbbentő volt, hogy spanyolra fordítottak mindent, tehát, hogy 90%-a a spanyol ajkú volt, de olyan szinten spanyol ajkú, hogy angolul nem is értek. Tehát ez azért így megkönnyítette azt a döntést, hogy most akkor nem feltétlenül kell angolul beszélni, de az tényleg, hogy ez a hangulat és az a lelkesedés az nagyon átmegy, és mi voltunk más rendezvényen is, tehát itt most céges rendezvényekre gondolok, és azt gondolom, hogy igen, ez minden cég képviseli, már Magyarországon multicégek is, hogy ez a CSS-einek a rendezvényén, vagy bármi, hogy ugyanazt csinálják, mint az MLM-esek, hogy megfelelő előadókat hívnak, megfelelő hangulatot csinálnak, tapsolnak, tehát, hogy
valahol egyébként egy picit magunkat kell ebben egy átvilágítani, hogy hol is vagyunk, vagy miért is vagyunk mi annyira kimértek, vagy visszafogottak. Talán ennyi így zárásként. És, mert azt tudom így tényleg mindenkinek kívánni, hogy mi most itt titeket képviseltünk, és ez most nem nagy szavak, tényleg így éreztük, és így gondoltuk, hogy mi ott az egész európai piacot képviseljük, nem nekünk szólt feltétlenül az a meghívás, talán a címünknek inkább, mint hogy koronázsimentek vagyunk, annak valószínűleg inkább szólt, de hogy tényleg úgy éreztük, hogy itt mindenkit képviselünk Európából, és valahol azt szeretnénk ebből a ma estéből átadni nektek, hogy egy koronás gyémánt szinttel el lehet jutni olyan szinte, hogy egy hét luxus körülményeket a DXM bármikor tud neked fizetni, és örömmel hív meg mindenhova, és hogyha már leszállsz a repülőn, akkor, vagy a repülőről, akkor várnak, és lesik minden kívánságodat, hogy mit szeretnél, vagy hogy miben tudnak neked segíteni. Még egyet hadd mondjak nektek, ugye pont a Budimán Szalimmal kapcsolatosan volt egy ilyen visszajelzés az első előadása után, hogy úristen, annyira nem volt szimpatikus, ahogy arról beszélt, hogy ő milyen sok pénzt keres. És most csak az jutott eszembe, hogy itt nem beszélt senki a pénzről, mert hogy igaziból néhányan megmutatták a házukat, milyen körülmények között élnek, tehát mégiscsak volt szó a pénzről. Brutális bónuszok lehetnek, az érződött, hogy brutális nagyságú bónuszok. De azt akarom nektek mondani, hogy ugye ezek az emberek ültek a rendezvényen, hát mindenki öltönybe, meg szép ruhába, tehát ott annyira nem is látszott a pénz. De én most éreztem, és most láttam először azt, hogy ebben a DXM-ben tényleg nagyon sok jól kereső, most nem akarok nagy szavakat használni, milliómos, mert nem tudjuk, hogy kinek mi a milliómosság, van egy lakásod, már milliómos vagy, mert nálunk 20 millió egy lakás, de hogy a ruhájukon, a táskáikon, a nők ékszerein, annyira a hajukon, a sminkjukon annyira lejött a jó mód, a jó lét, hogy az elképesztő. Tehát, hogy én most láttam először, hogy ebben a DXM-ben kutya sok pénz van, és az emberek kutya sok pénzt keresnek, és ugye... Ja, és nem egy-ketten, tehát ami lényeges, nem egy-ketten, mondom, nagyon négy sokan. Sor. Igen. Négy sor koronás volt a... Tehát, hogy hatalmas forgalom van, tehát Perúnak nagyobb a forgalma, mint egész Európának, de az összes amerikai ország, tehát egyetlen egy olyan amerikai, dél-amerikai vagy amerikai ország nincs, amelyeknek ne lenne nagyobb a forgalma, mint Európának. Tehát, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy mi, és nem láttam tudásbeli, tehát a Lacival is ezt beszélgettük, hogy nem tudásbeli különbség van, ez egyértelmű. A termék ugyanaz nekik, a cég ugyanaz nekik, egyetlen egy különbség van, és ez viszont óriási különbség, az azt gondolom ez a motiváció és a mentalitás, és ha ezen múlik, azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodnunk, hogy valamennyit ebből át kell venni, és a másik pedig az együttműködés, a csapatban gondolkodás, együttműködés, és egymás támogatása. Illetve ugye egy dologban mi előbbre vagyunk, abban, hogy itt vannak a kozmetikumok, majd képzeljétek el, hogy januárban vagy februárban fogják bevezetni majd Dél-Amerikában a kozmetikumokat, nem is tudom, melyik az a két ország, ahol lesz először. Ugye Mr. Teo bemutatta a kozmetikumokat, amiről egyébként az előadásom egy tisztelete egyébként nekem is szólt, úgyhogy ez tök jó volt, mert így egymásra épp, mert utána meg pont ő következett, úgyhogy így nagyon örült neki, hogy én ezt így felvezettem neki, és mindenki annyira irigykedett, hogy nekünk úristen, van kozmetikumunk, és hogy meséljek róla, és hogy milyen, és hogy úristen. Szóval, hogy teljesen oda voltak, és olyan büszke voltam, hogy basszus, van egy olyan dolog, amiben mi biztosan előbbre vagyunk, ez ilyen kézzelfogható, ilyen tetten érhető volt, és tényleg nagyon jó érzés volt. Na, erről beszélni egy koronás követnek, hogy milyenek a kozmetikumok, úgyhogy tök jó volt. Na, hát szerintem én azt gondolom, hogy nagyon, sőt, ne haragudjatok, kicsit túl is léptük, csak a lelkesedésünk az még megmaradt azóta, amióta hazajöttünk, és rengeteg tűz van bennünk, tehát tényleg rengeteget kaptunk, és én ezt őszintén mondom, hogy minket előadónak hívtak meg oda, és biztos vagyok benne, hogy tudtunk is olyat,
adni, ami nekik segített, de mi rengeteget tanultunk. Rengeteget kaptunk. Elsősorban mondom abból, hogy mi az, ami más, és mi az, amit esetleg mi is csinálhatnánk másképp. Köszönöm szépen, kedves Gyuri és Szavi. Én annyira éreztem, mintha én is ott lettem volna, és borzasztóan hálás vagyok, hogy ezt nekünk átadtátok. Úgyhogy lekapcsolom a felvételt, mert most következik az after party, mert van egy csomó kérdésünk.